Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Nos, ez a videósorozat a prepperekről fog szólni az én szemszögemből. Egy kérésnek teszek eleget, egy kedves barátom kérésének teszek eleget, hogy foglalkozzam ezzel a témakörrel, mint bushcrafter. És jelen pillanatban nem tudom, hogy hány rész fog megélni ez a sorozat, mivel fogalmam sincs, hogy még hány emberrel tudok majd beszélni erről, hány olyan emberrel, aki valójában foglalkozik a prepperkedés nem csak hobbiával, hanem magával az életformájával. Most ezt kevesen tudják rólam, hogy én előbb voltam prepper, mint bushcrafter, 10 évvel ezelőtt. Én előbb kezdtem el a urbánus túléléssel foglalkozni, mint a erdei túléléssel. Aztán egy idő után rádöbbentem arra a saját magamtól, illetve az interneten akkoriban még gyerekcipőben futó dolgok alapján. Szóval rádöbbentem arra, hogy hát rendben van, hogy én az adott élő környezetemben megtanulok boldogulni, de könnyen elképzelhető, hogy odáig fajulhat egy helyzet, hogy el kell hagynom az életteremet, mert élhetetlenné válik, veszélyessé válik, stb. És emiatt néztem a túlélés, előbb a túlélés, aztán az erdély túlélés a bushcraft világa felé. Prepper témában írtam több anyagot, egy regényt, amit annak szántam, prepper regénynek, az összeomlás kapcsán, illetve az összeomlás regényt, illetve egy figyelemfelhívó anyag. Nos, hát akkor vágjunk is bele, és most csak így beszélni fogok, mert a sorozatnak ez az első része erről szól. Szóval, mit is gondolok én a prepperekről? Hát olyan lehetséges jövőbeli vészhelyzetekre, rendkívüli helyzetekre, katasztrófákra, havária helyzetekre próbálnak felkészülni ezek az emberek, amik szerte a világon láthatók, és egyre több embernek a jövőképében szerepelnek. Senkinek nem ártanak ezzel. Ezek olyan a felkészülés, mint az átlag ember köt egy biztosítást, mert nyilván nem azért köt biztosítást, mert pontosan tudja, hogy össze fogja törni magát, vagy balesetet szemet, hanem azért köt biztosítást, mert benne van a pakliban. Most a prepperek szemében benne van a pakliban az, és az ő szemükben lényegesen nagyobb esélye, mint egy átlag ember szemében. Szóval benne van a pakliban az, hogy ők, tehát a jövőben történhet olyan helyzet, amikor is ugye, akár megszűnik egy központi ellátó elem, akár háborús helyzet, katasztrófa helyzet történik, és akkor nekik a meglévő infrastruktúra nélkül, vagy infrastruktúrát nélkülözve egy összeomlott rendfenntartás mellett boldogulniuk kell, meg kell védeni a családjaikat, és hát erre próbálnak felkészülni. Na most az én tapasztalatom, 10 éves tapasztalatom alapján, mert 4 kategóriája van a preppereknek. Az egyik a legáltalánosabban ismert, nagyhangú fotelrambó, ez az első és a legnagyobb kategória, hogy az internet terjedésével, a Facebookkal, ilyen csoportok, olyan csoportok, fórumokon óriási olvasott tudással kényszeres kommentelők és felkészülő emberkék ezek a fotárambók. Hatalmas Google által alátámasztott tudással rendelkeznek, nagyon érdekli őket a téma. Egy részük próbál abba a hiszemben lenni, hogy a jelen társadalmi rend az úgy, ahogy van, szar, és a saját életének a sikertelenségét ebben a jelen társadalmi rendben látja, és a roppantó várja, hogy egy olyan társadalmi rend, egy olyan helyzet adódjon elő, amiben na majd ő aztán meg fogja mutatni, és úgy gondolja, hogy mindenhez is ért, ehhez is, és majd Google nélkül, gyakorlati tapasztalat nélkül a jelenlegi hatalmas hozzászólásai mellett majd valóban boldogulni fog. Na most ezek a fotelrambók, ezek
gyakorlatilag hamis hitben, hamis reményben ringatják magukat, mert az élet olyan rendkívüli, vagy olyan váratlan, kalkulálatlan helyzeteket fog hozni számukra nagy valószínűséggel, ami akár katasztrófa is lehet, de nyilván nagyobb a képzettségük, vagy felkészültségük, mint egy átlagembernek. Ettől még én úgy gondolom, mivel óriási hézagok vannak a tudáspontjaik között, így hamis reményben ringatják magukat. A második nagy kategória azok a normál életben magukat fedve tartó, nicknevek alól kommunikáló, intelligens prepperek, akik valóban próbálnak felkészülni, próbálják az internetes anyagokat magukévá tenni, képzésekre járnak, kurzusokra, akár céllövészetre, sportlövészetre, bushcraft táborokra, tubulőrő táborokra, és nekik van akkora jövedelmük, hogy szépen, csendben, okosan próbálnak felkészülni a saját kis élőkörnyezetükben. Ezek az emberek nagyon diszkrétek, és nagyon ritkán lehet róluk a közvetlen környezetükben tudni, hogy igen, ők valójában azok. Hát ők már egy olyan prepper kategóriát képviselnek, ami azt mondom, hogy igen, ő bennük úgy érdemes lehet egy realizálódott katasztrófa helyzetben, vészhelyzetben bízni. A harmadik nagy kategória, vagy nem nagy, meg kicsi kategória, bocsánat, azok a tehetős embereknek a kategóriája, akik a jelen életükben, ugye az a jelen életünkben az elektronikus jel, ami a vagyonukat jelenti, az egy óriási előnyt jelent számukra, és gyakorlatilag megbíznak professzionális szakembereket azzal, hogy olyan vészeseti terveket, tervet dolgozzanak ki számukra, családjuk számára, gyerekeik számára, farmgazdaságuk számára, ami több lépcsős, és gyakorlatilag csak alkalmazni kell egy vészhelyzetben. Ezek gyakorlatilag olyanok, mint a vagyonvédelmi területeken egy vagyonvédelmi koncepció, csak sokkal részletesebbek, mélyebben vannak kidolgozva, mert amíg egy vagyonvédelmi, rendvédelmi, katasztrófa védelmi területen sokszor megáll a terv a problémánál, és akkor intézkedési rendek, eljárási rendekkel próbálják megoldani a problémát, vagy ráfogják adott esetben, hogy hát Viszmajor volt, sorry, majd ez van, majd a probléma kiforra egy megoldást. Na most ezekben a vészeseti tervekben, amiket ezek a tehetős emberek készítetnek, a lehetséges variációkra is próbálnak a szakemberek, ilyen téren szakemberek olyan válaszokat kidolgozni, olyan lehetőségeket mutatni a megbízónak, ami talán egy nagyobb túlélési vagy boldogulási lehetőséget biztosít majd számukra, illetve ezek a gazdag emberek a megbízott szakemberek alkalmazásán felül esetenként még képzésre is járnak. És akkor most következik a negyedik nagyon pici kategória, azok az emberek, és ez a sorozat ezekről az emberekről fog szólni, az a csoport, akik mindezt életformaszerűen mévelik. Életformaszerűen mévelik, és úgy döntöttek, hogy a mostani világ, a mostani társadalmi rend számukra nem megfelelő, ők megpróbálnak egyéb régen gyakorlatilag teljesen természetes módszerekkel közegben boldogulni, és felkészülni arra, hogy amennyiben bekövetkezik egy katasztrófa helyzet,
vagy megváltozik a társadalmi rend, akkor ők nem közvetlenül sűrűn lakott urbánus környezetben boldoguljanak. Most ezek az emberek az én szememben azok a életforma szerinti prepperek, akik nagyon érdekesen élnek, nagyon érdekes megoldásokat, kreatív megoldásokat alkalmaznak arra, hogy boldogulhassanak a jövőben, a gyerekeiket próbálják így nevelni. Nagyon érdekes a régi tanyasi embereknek az élete, és ezeknek a modern preppereknek, életforma szerinti preppereknek a élete ezekhez a tanyasi embereknek az életéhez hasonlítható, azzal megturbózva, hogy rendelkezésükre áll az internet, rendelkezésükre áll a modern technika, a napelem, az inverter, mindenféle olyan műszaki plusz, amivel ezt a tanyasi létet, ezt a modern prepper létet igen hatékonyan és nagyon élhetővé tudják tenni. No hát akkor következzék a kedves barátom, és akkor a következő videóban láthatjátok, hogy ő miként is boldogul.